Itt a hársos tónál a barna varangya legjellemzőbb faj, ami március elején indul el a szaporodó helyekre. Durván egy hónap alatt érnek le az utolsó petétrakó nőstények is a tóhoz. Viszont a telet az erdőben töltik, tehát az erdő talajában vészelik át ugye a fagyos hideg időszakokat, és a kettő között van egy nagyon forgalmas útszakasz. És emiatt rengeteg állatot elütnek. Amikor kimennek az úttestre a békák, akkor elütik az autók. Innen a tóból igyekeznek oda az erdőbe, és ezért veszélyes itt ez az út. Itt látjuk magukat az ellalakú terelő elemeket, ezáltal a béka nem tud feljutni az útra. Párhuzamosan elindul ebbe a terelőelem aljába, és addig kell eljutnia, míg egy ilyen cső átereszig el nem ér. Itt aztán át tud kelni a túloldalra. Gyerekkoromban mindig azt figyeltük a barátaim, hogy itt a tó mellett tele szokott lenni az út eltaposott békákkal. Békák nélkül akkor egy nagyon fontos lépcső, ugye az állatvilágban megszűnne, kihalna, és ez mindenre kihatna, úgyhogy feltétlenül védeni kell őket. A projekt körülbelül 100 millió forintból valósult meg, 100%-ig Európai Uniós támogatásból másfél kilométer hosszban épült ki a békaterelő. Az őrségben gyakorlatilag Magyarország összes kétéltű faja megtalálható. A békáink közül itt a hársas tónál a barna varangya leggyakoribb, amely használja ezt a békaterelőt, de találtunk zöldleveli békát, erdélyi békát, gyepi békát, illetve kecskebékát is. Évente körülbelül 8000 egyed életét tudjuk megmenteni ezzel a békaterelővel.